Megszavazta a parlament a rövid távú lakáskiadásokra vonatkozó törvényt. Ez szerint a lakáshotelek kiadási szabályairól az önkormányzatok dönthetnek. A főváros szerdán egyeztet a kerületekkel, a jövő héten pedig döntés születhet. A 6. kerületi polgármester egységes szabályok bevezetését szorgalmazza. Ennek a tevékenységnek szerteágazó gazdasági és társadalmi következményei vannak. Ezzel indokolta Dömötör Csaba az Airbnb szabályozására vonatkozó törvénymódosító javaslat előterjesztését, amit a parlament el is fogadott. Mint mondta, a lakáshotelek adóelkerülési és társadalmi problémát vetnek fel, hiszen sok esetben a turisták zavarják a lakóközösséget, továbbá az albérlet és ingatlanárakra kedvezőtlenül hatnak. Mióta üresen állnak ezek a lakások, egyre többen döntöttek úgy, hogy inkább hosszabb távra adják bérbe ezeket az ingatlanokat. Ezt már az ingatlan.com vezető elemzője mondta reggel a Startban. Kiemelte, a belvárosi kerületekben nagyjából 60-70%-kal nőtt a magánszemélyek által kiadott lakáshirdetések száma. Az átlagos kínálati díjak pedig 40 ezer forinttal csökkentek ezekben a kerületekben. A Magyar Apartman Kiadók Egyesületének alelnöke szerint az Airbnb lakásoknak hosszú távú kiadása aggályos. Sok minden érdekes dolgot felvet, hiszen sok per várható, hiszen nagyon sokan beruháztak a lakásaikba, engedélyeket kaptak, parkolóhelyeket kifizettek. Utána, ha ezt megvonják tőlük, akkor nagyon sok peres eljárás fog indulni az adott kerületek ellen. Másrésztről az egész magyar turizmus kap egy eléket fog kapni, hiszen nagyon sok turizmusra vágyó fiatal el fogja kerülni Budapestet. Az Airbnb adatbázis szerint 2019 márciusa és 2020 márciusa között ezek a lakások 3 millió vendégészakával körülbelül 52 milliárd forinttal járultak hozzá a turizmushoz. Augusztus 1-től viszont új időszámítás kezdődik. Innentől kezdve az önkormányzatoké lesz a döntés joga, hogyha ők szeretnék szigorítani a rövid távú lakáskiadás szabályait, akkor szabadon megtehetik. A 6. kerületben nagyjából minden 15. lakást körülbelül 2000-et Airbnb. Viszont a polgármester hangsúlyozta, semmiképp sem szeretnék ellehetetleníteni a lakáshoteleket, mert azok a turizmushoz tartoznak. Azon gondolkozunk, hogy nem tudjuk a fővárossal egyeztetve, más kerületekkel is egyeztetve egy közös rendeletet hozni ebben a kérdésben, hiszen azt gondolom, hogy annál nincsen fontosabb, mint hogy az 5. kerület, a 6. kerület, az 1. kerület, 7. kerület, és így tovább a legtöbb ilyen ingatlan van, mi közösen gondolkodjunk és közös döntéseket hozzunk. Szerint erre azért van szükség, mert így a rendszer a lakóknak, a turistáknak és a kiadóknak is átláthatóbb lenne. Soproni Tamás elárulta, szerdán lesz egy fővárosi egyeztetés ezzel kapcsolatban. Az Airbnb-k jövőbeni működéséről döntést jövő héten születhet.